Talán még emlékszik rá, hogy hétfőn szokatlanul meleg volt. Így Mrs. St. Clair is lassan lépkedett, közben állandóan figyelve, hát ha talál egy kocsit, ugyanis egyáltalán nem tetszett neki a környék, ahol járt. Ahogy így megy a Svendem utcán, egyszer csak egy kiáltást hall felülről, és halálra válta látja, hogy egy második emeleti ablakból a férje néz rá, és mintha még intene is neki. Az ablak nyitva volt, és a nő tisztán látta a férje arcát, amelyen szerinte szörnyű zaklatottság tükröződött. Kétségbe esetten intett a feleségének, aztán oly hirtelen eltűnt az ablakból, mintha valami ellenállhatatlan erő rántotta volna hátra. Volt még egy sajátos körülmény, amelyet az éles női szem azonnal észrevett, mégpedig, hogy a férje ugyanolyan fekete kabátot viselt, mint amilyenben elindult otthonról, alatta azonban nem volt sem gallér, sem nyakkendő. Abban a hiszemben, hogy a férje valami bajban van, a hölgy lerohant a lépcsőn, a ház ugyanis éppen az ópium barlang épülete volt, ahol most jártunk, keresztül szaladt az előső helyiségen, és megpróbált felmenni az emeletre vezető lépcsőn. A lépcső alján azonban útját állta az az elvetemült hindú, akit már említettem magának, és hátralökte. Aztán egy dán alkalmazottja segítségével kituszkolta az utcára. Mrs. St. Clair az aggodalomtól és sejtelmektől félőrülten rohanni kezdett az utcán, és ritka szerencsés véletlen folytán mindjárt a Fresno street egy rendőri járőr botlott, sőt, egy felügyelő is volt velük. Ez két emberével visszakísérte őt a házhoz, ahol a tulajdonos ismételt tiltakozása ellenére felmentek abba a szobába, ahol Mr. St. Clair-t látta a felesége. Férjének azonban semmi nyoma nem volt. Sőt, az egész emeleten nem találtak senkit, csak egy visszataszító külsejű nyomorékot, aki minden bizonyal ott is lakik. Ez és a hindú egymásra licitálva esküdöztek, hogy egész délután nem járt senki más az utcára néző szobában. Olyan határozottan tagadtak, hogy a felügyelő megingott, s már már hajlott rá, hogy azt higgye, Mrs. St. Clair érzék csalódás áldozata, amikor a nő sikoltva az asztalon lévő fadobozhoz ugrott, és feltépte a fedelét. Építő kockák hullottak ki belőle csak is az a játék lehetett, amelyet Szent Claire a kisfiának ígért.